Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Pécsej határából, a kék romjelzésű túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Pécsej határában, a kék romjelzésű turista útvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, a kék romjelzésű túraútvonalon, Örvényes és Pécsej között. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni ebben a videóban, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Jöjjön hát a folytatás! Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban most. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé haladok a továbbiakban. De még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen. És én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, arra felé van Örvényes. Így hát én a továbbiakban nem arra felé folytatom az én kis túrámat, hanem fordulok egy újabb 180 fokot, és haladok tovább, itt a kékrom jelzésű túraútvonalon, Pécsej irányába. Na, szóval arra felé haladok a továbbiakban, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a folytatom is tovább a túrámat, és arra felé fogok haladni a továbbiakban, de amúgy a hivatalosan kijelölt turista út az itt halad, ezen a dzsumbujon keresztül, tehát ezen a dzsumbujon keresztül halad a kijelölt turista útvonal, ugye ezen a dzsumbujon keresztül halad, ami itt látható. Én most nem fogok ezen a dzsumbujon keresztül menni, hiszen az előbb végigmentem ezen a dzsumbujon, mert kíváncsi voltam arra, hogy tényleg erre felé halad a kék romjelzés, és igen, arra felé halad a kék romjelzés, befelé abba a dzsungelba, ami ott látható ezen a felvételen, tehát arra felé kéne haladjak a továbbiakban, de mivel hogy ott baromi nagy a dzsumbúj, mert tényleg baromi nagy ott a dzsumbúj, így hát szépen kikerülöm én ezt a dzsumbújt, és elmegyek itt szépen itt a dzsumbúj mellett. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor már haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Amúgy így néz ki a táj, tehát így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor én folytatom is tovább a mai kis túrámat, tovább arra felé, Pécsej irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor már haladok is Pécsej felé, tulajdonképpen, itt a kék romjelzésű turista úton, ami ugye Örvényesről indul ki, a vasúti megállóhelytől, és tart egészen a Zádorvárig, ez a bizonyos kék rom jelzésű turista útvonal,
amit én ezen a mai napon be is fogok járni Örvényes és Pécsely között, hiszen már itt vagyok valójában Pécsely határába, tehát a túrámnak a nagy részét már le is tudtam tulajdonképpen, mert már le is tudtam a túrám nagy részét, és akkor itt kell bemenjek vissza az erdőbe, mert ugye itt is most végig tudnánk gyalogolni, mert végig tudnánk itt is gyalogolni simán, mert simán végig tudnánk itt gyalogolni, na de a hivatalos turista út az ott megy bent a erdősávban, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Tehát a hivatalos turista út az itt ebben az erdősávban halad tulajdonképpen, tehát ebben az erdősávban halad végig a hivatalos turista út. Ugye itt van a Dzsumbujnak a másik oldala, ugye ennek a Dzsumbujnak mutattam meg a videó elején a másik oldalát, ez pedig már ez a túlsó oldala annak a Dzsumbujnak, amit ugye a videó elején megmutattam. Amúgy itt halad hivatalosan a kék romjelzésű turista út, tehát az hivatalosan itt halad, ebben a Dzsumbujban, ami arra felé van, tehát itt halad hivatalosan a kék romjelzésű turista út, na de én ezt a Dzsumbujt ugye kikerültem, ami ott látható a háttérben, és akkor haladok is tovább természetesen, további abban is itt a kék romjelzésű turista úton, Pécsey irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én haladok tovább arra felé, tovább Pécsey felé. Nos, lányok és fiúk, kedves nézőim, már folytatom is tovább a mai kis túrámat. Amúgy már tényleg itt vagyok Pécsey határában, valószínű, hogy ebben a videóban, sőt, szinte biztos, hogy ebben a videóban meg is fogok érkezni Pécsey településre, ahol tulajdonképpen a mai kis túrám a végéhez fog érkezni, mert ugye csak Pécseyig fogok a mai napon elgyalogolni, itt ezen a kék romjelzésű turista úton. Láthassátok, hogy milyen dzsumbolyos úton kell itt haladni. Hát tessék, lássék! Láthassátok, hogy milyen dzsumbolyos itt az út, ahogy látható ezen a felvételen, de itt halad a kijelölt turista út, tehát itt halad a kijelölt turista út hivatalosan, aminek egyébként meg is tudom mutatni a jelzését, tessék, lássék, itt van a kék rom turista útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiabban is ezen a kék rom jelzésű turista úton haladok egészen Pécseyig, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább ezen a kékjelzésű turista, ezen a kékjelzésű rom túraútvonalon, aminek itt van a teljesen egyértelmű jelzése. És akkor szépen haladok tovább arra felé, tovább Pécsey irányába, mert tényleg erre felé van Pécsey. Közben déli 12 óra van, tehát igen, déli 12 óra van már, közben meg, na de haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Folytatom tovább a mai kis túrámat, ezen a bizonyos kék romjelzésű túraútvonalon, Örvényes és Pécsey között. És hamarosan ugye Pécsey következik, mert tényleg hamarosan Pécsey következik, ahol tulajdonképpen a mai kis túráma végéhez is fog érkezni, mert tényleg a végéhez fog érkezni a mai kis túrám, amikor majd megérkezek Pécsey településre, ami egyébként itt van már egy pár száz méterre, mert tényleg itt van már egy pár száz méterre maga ugye Pécsey település, mert tényleg már csak egy pár száz méterre van, hiszen már hallom is a déli harangszót, ugye ami már Pécsejről hallható, és akkor itt ezen a dzsumbujos úton közelítem meg Pécseyt, tehát ezen a dzsumbujos úton közelítem meg Pécseyt, ahogy láthassátok ezen a felvételen, hiszen itt halad a hivatalos kijelölt túraútvonal, tehát itt halad ebben a dzsumbujban,
Úgy tudnánk menni itt a Dzsumbuj mellett is, ha annyira akarnánk, mert simán tudnánk menni itt a Dzsumbuj mellett is, hiszen tudnánk menni itt a Dzsumbuj mellett is, mert itt van velem párhuzamosan egy másik út, itt a Dzsumbuja mellett, és akkor tovább itt ezen a dzsumbujos úton, tiszta dzsungel az egész, még jó, hogy nem nyáron jöttem erre, hanem így télen. Most nyáron ezt el tudom képzelni, hogy ez hogy szokott itt kinézni, mert ezt nyáron most simán el tudom képzelni, hogy ez hogy szokott kinézni. Nyilván nem egyszerű. Még most sem egyszerű rajta végig menni, hát még nyáron, amikor itt minden zöldbe van borulva, akkor még bonyolultabb itt végig gyalogolni. Na de hát errefelé halad a kijelölt turista út, végig itt ezen a Dzsumbujon, ami itt látható ezen a felvételen. És lassacskán meg is érkezek Pécsejre, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez is fog érkezni, hiszen ugye csak Pécsejig fogok elgyalogolni ezen a vasárnapi napon, ezen a kékjelzősű, romjelzésű túraútvonalon. És itt ki is jön valójából a dzsungelből az út, tehát itt ki is jön a Dzsumbujból a út, és akkor itt már normális úton tudok befelé gyalogolni, egészen Pécsejig, ami arra felé van, tehát abba az irányba van Pécsej, és én arra felé gyalogolok tovább. Amúgy így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye ezen az úton is végig tudtam volna jönni, mert ezen az úton is simán végig tudtam volna jönni itt a Dzsumbuj mellett, na de én ezen a Dzsumbujon keresztül jöttem, ami itt látható a háttérben, tehát én ezen a Dzsumbujon keresztül jöttem, holott itt van a normális út, tehát ezen is végig tudtam volna simán gyalogolni, mert simán végig tudtam volna ezen gyalogolni. Na de haladjak tovább természetesen. És hamarosan, ahogy mondottam, ugye Pécsej következik, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni. De megnézem, hogy hogy áll a akubank. Hát az akubank félig van még energiával, tehát kicsit meg kell a lépteimet gyorsítanom, mert félig van már csak az akubank energiával. És akkor a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És amúgy a táj az, ahogy mondottam, az így néz ki. Tehát így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki. Fantasztikusan szép, mert tényleg szép ez a táj. Ugye itt van a normális út, tehát itt van a normális út. Ezen is végig jöhettem volna, illetve itt van az az út, benn itt a Dzsumbujba, amelyiken én jöttem végig, mert ezen a dzsumbujos úton jöttem végig, holott itt van a normális út is. Na de haladjak tovább, és akkor így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a táj. És akkor szépen haladok tovább Pécsej irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én már haladok is tovább, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, ami hamarosan a végéhez fog érkezni, hiszen ugye a mai napon, ahogy mondottam, csak Pécsejig fogok elgyalogolni ezen a kékjelzésű, romjelzésű túraútvonalon, mert ugye mai napon ezt jártam be, ugye Örvényes és Pécsej között. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És ahogy mondottam, ugye pillanatokon belül meg fogok érkezni Pécsej településre, mert tényleg most már pillanatokon belül meg fogok érkezni Pécsej településre, ahol a mai kis túrám ugye a végéhez is fog érkezni. Ez pillanatokon belül Pécsej következik. Na, gyerekek,
és akkor szépen haladok tovább. Amúgy összességében jó kis útvonal ez, tehát ha összesítelem kell ezt a mai túrámat, ugye amit ma jártam be, ezt a kék romjelzésű túraútvonalat, ugye Örvényes és Pécsely között, ugye összességében ez egy nagyon jó kis útvonal, tehát bárkinek ajánlom, hogy bejárja ezt az útvonalat, hiszen nem nehéz, tehát egyáltalán nem nehéz, nincsen benne olyan hatalmas szinte különbség, tehát nincsenek benne a hatalmas szintkülönbségek, se pozitív, se negatív irányba. Tehát nagyon jó kis útvonal ez. Hát bárkinek ajánlom, aki szeret túrázni természetesen, hogy járja be ezt a kékjelzésű rom túraútvonalat. Tehát ugye kékjelzésű rom túraútvonalat, csak kimondom helyesen, kékjelzésű rom túraútvonal, inkább így mondom. Amiről egyébként azt kell tudni, hogy konkrétan Örvényesről indul ki a vasúti megállóhelyről, és tart egészen a Zádorvárig, ami ugye Pécsely fölött található. És akkor haladok tovább itt a kék romjelzésen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor meg is tudom nektek mutatni a kék romjelzésnek a jelzését, ami itt van, tessék, lássék. Itt látható a kék romjelzésű túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. És a mai napon tulajdonképpen ezt jártam be, Örvényes és Pécsely között, ezt a kék romjelzésű túraútvonalat, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor szépen haladok tovább arra befelé Pécsely irányába. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat, ami most már tényleg hamarosan a végéhez fog érkezni, hiszen tényleg pillanatokon belül megérkezek Pécsejre, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog elérkezni. Amúgy már itt van a temető, tehát már itt van a temető is, mármint a pécsei temető, tehát már az is itt van. Úgyhogy szép lassan, de biztosan közelítek ugye Pécsely felé, ezen a bizonyos kék romjelzésű túraútvonalon. És pillanatokon belül itt szilárdburkolatú önkormányzati út lesz, pillanatokon belül. Ilyen szilárdburkolatú önkormányzati út lesz itten. Na, gyerekek! És akkor hamarosan Pécsely következik, mert a temető az már itt van. Tehát a pécsei temető az már itt van, ami egyébként, ha jól látom, katolikus meg református temető is egyben. Igen, tehát katolikus és református temető is egyben. Ez a pécsei temető. Látassátok, hogy itt van már a pécsei temető, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van már a pécsei temető, ahogy ezt láthassátok ezen a felvételen. És akkor én haladok tovább természetesen. És láthassátok, itt egy szilárdburkolatú önkormányzati útra érkeztem. Tehát innentől kezdve már ilyen szilárdburkolatú önkormányzati út fog bevinni Pécsely faluba. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor valójában konkrétan meg is érkeztem Pécsejre, ahol a mai kis túrám a végéhez fog érkezni, mert tényleg itt fog véget érni a mai kis túrám, itt Pécsely településen, és van egy következő alkalommal, valamikor a jövőben fogom folytatni ezt a túrát Zádorvár irányába, de az majd egy következő alkalom lesz, nem ezen a mai napon,
hanem majd legközelebb valamikor, ami még nem tudom, hogy mikor, de legközelebb, az már biztos, hogy be föl fog jutni odáig. A mai napon már nem gyaloglok fel az Ádorvárig, a mai napon már nem gyaloglok oda fel, ahol véget ér ez a kék romjelzésű túraútvonal, mert ugye ott ér véget a Ádorvárnál ez a túraútvonal, ami egyébként ugye Örvényesről indul ki a vasúti megállóhelyről, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor hamarosan Pécsely következik. És hát tényleg hamarosan Pécsely következik, ahol ugye a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni. Megnézem az akubankot, hogy hogy áll. Az akubank félig van energiával, hát bízok benne, hogy nem merül le addig, amíg megérkezek Pécsejre, mert ha lemerül, akkor meg fog szakadni a felvétel, ha lemerül az akubank, akkor ugye megszakad a felvétel természetesen. Na, gyerekek, és akkor haladok tovább ugye Pécsej irányába, itt a kék romjelzésű túraútvonalon. És most már láthassátok, hogy ilyen szilárd burkolatú út van tulajdonképpen, ami nyilván Pécsejnek a egyik önkormányzati útja, ami már itt van, ami itt látható. És hamarosan következik a falu, mármint Pécsej, mert tényleg hamarosan Pécsej település következik. Na, gyerekek, és akkor szépen haladok tovább Pécsej felé, itt a kék romjelzésű túraútvonalon. Amúgy már itt is van a katolikus templom, vagy református? Mindjárt kiderül, ha odaérek. Most református vagy katolikus templom? Református. Tehát református templom, vagy nem? Mindjárt kiderül. A református templom. És valójában meg is érkeztem Pécsejre. Tehát valójában ez már itt Pécsej. És már itt van Pécsejnek ugye a református temploma. Mert tényleg már itt van Pécsejnek a református temploma. Hát valójában megérkeztem Pécsejre, gyerekek. És lassacskán a mai kis túrám ténylegesen is a végéhez fog érkezni. Hiszen már itt vagyok ugye Pécsej településen. Na, gyerekek, megérkeztünk Pécsejre, és valójában a mai kis túrám az idáig tartott, idáig Pécsejig. Ugye itt van a pécsei református templom, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van ugye a pécsei református templom, tessék, lássék. Ez itt ma ugye a pécsei református templom, és valójában a mai kis túrám tulajdonképpen ennyi is lett volna, hiszen idáig Pécsejig jöttem csak ezen a mai napon, ezen a kék romjelzésű túraútvonalon. És hogy láthassátok ezen a felvételen, én meg is érkeztem Pécsejre, ahol tulajdonképpen a mai kis túrám ténylegesen is a végéhez fog érkezni. Csak megkeresem a megfelelő helyet, ahol le tudom zárni ezt a mai kis túrámat. Amúgy itt halad már a Balatoni Mária út is, tehát már a Balatoni Mária út is itt halad tulajdonképpen,
hiszen Pécsejt érinti a Balatoni Mária út, amit ugye már bejártam, még húsvétkor, Balatonszőlős és Balatonalmádi között, és akkor valójából meg is érkeztem Pécsejre. Tehát valójában ez itt már Pécsej. És konkrétan ennyi is lett volna a mai kis túrám, hiszen nincs tovább. Legalábbis a mai napon már nem haladok tovább innen Pécsejről, majd egy következő alkalommal. Remélem, hogy majd akkor is velem tartotok. Ugye át is jövök ide az útnak a túloldalára, és akkor itt valahol le is zárom ezt a mai kis túrámat. Tehát akkor jöjjön részemről a elköszönés, lányok és fiúk. Tehát jöjjön akkor én részemről a elköszönés tulajdonképpen, ami most fog következni. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, a mai kis túrám ezennel véget ért. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában is. Tartsatok velem legközelebb is, ami még nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz legközelebb. Addig is köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a túrában is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Pécsej településről. Sziasztok! Goodbye everybody! Sziasztok! A viszontlátásra! Sziasztok!